Matos és F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője, koszorút helyeztek el Fabrici Kovács Mihály huszárezredes, városunk szülötte Domborműjénél. Dr. Fazekas Sándor kormánybiztos, korábbi földművelésügyi miniszter és F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője, koszorút helyezett el Fabrici Kovács Mihály huszárezredes, városunk szülötte, Kovács Mihály tagintézmény falán található Domborműnél. Igen, sokan elfelejtették, igazából nem tudták, hogy Kovács Mihály létezik. Amerikában kutatták azt ki, hogy Kovács Mihály huszárezredes, karcagi származású. És mutatja az a példa is, hogy az akkori Magyarországról, az akkori Karcagról is világkarriert lehet befutni. Én egy kicsit hasonlítanám a kisújszállási Karikó Katalinhoz, aki innen a nagykunságból származik, mégis Amerikában világhíre tett szert. Én azt gondolom, hogy ez minden karcaginak, minden nagykunságinak üzenet, hogy tanulni kell, el kell indulni, és a világ siker itt van a tenyerünkben. Bátorságra van szükség, tudásra, olyan tudásra, amelyen a világon mindenhol keresik. Én azt gondolom, hogy Kovács Mihály is ilyen volt, és azt gondolom, hogy most is nagyon sok olyan fiatal van, aki néhány év múlva, amikor már tovább tanul, akkor a világon bárhol megállja a helyét. Én annak örülnék, hogyha minden magyar fiatal itt Magyarországon találná meg a helyét, és itt érne el világsikert. Dr. Fazekas Sándor bízik benne, hogy aki az emléktábla előtt elsétál, látja a megújult iskolát, az, hogy megemlékezés volt, és egy pillanatra gondol Kovács Mihályra, és arra, hogy vannak olyan katonái a városnak, olyan hősök, akikre érdemes emlékezni. Kovács Mihály karcag nevezetes szülötte, az amerikai függetlenségi háborúban a legmagasabb rangot elért magyar katonatiszt. És az ő példája, a szabadság szeretete, az, hogy a nagykunságból, Karcagról származik, az mai napig ható erővel bír. Minden évben ünnepségeken szoktunk róla megemlékezni, a nevét intézmény, iskola viseli. És most a Covid miatt ezek a rendezvények elmaradtak, de azért a főhajtás, a tiszteletadás, a koszorúzás az aktuális továbbra is, és most helyeztünk el koszorút F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő úrral. Én örülök annak, hogy a városi önkormányzat, a társadalmi szervezetek szintén koszorúztak, és hát bízom benne, hogy aki itt erre az emléktábla előtt elsétál, látja a megújult iskolát, látja azt, hogy megemlékezés volt, az egy pillanatra gondol Kovács Mihály is, és arra, hogy vannak olyan katonái a városnak, olyan hősök, akikre érdemes emlékezni. Másfél éve dr. Pintér Zoltán történész kapott felkérést arra, hogy Kovács Mihályról legyen egy összefoglaló kötet adatokkal, történetekkel. Pintér Zoltán tanár úr, történész kapott felkérést arra még a járvány előtt, mint egy másfél éve, hogy Kovács Mihályról legyen egy összefoglaló kötet, ő ezt készítse el, új kutatási területeken, új forrásokból is tudott dolgozni. Ez a munka, ha minden igaz, akkor már a nyomdában van, én bízom benne, hogy néhány hónapon belül eljut majd a karcag és a tágabb olvasóközönséghez is.